Két magyar kórházban is több napos holttestre bukkantak az elmúlt napokban, miközben a közvéleményt hónapok óta késve kiérkező mentőkről és kórházi fertőzésekről szóló történetek sokkolják. Ónodi Szűz Zoltán egészségügyért felelős államtitkárral délután mindenről is beszélgettünk. Ezt követően egy rövid reklám után pedig majd egészségügyi szakemberekkel folytatjuk ugyanezt a témát. A második holttestet találták néhány napon belül magyar kórházban, mellékhelységben. Nyilvánvaló ezekből a történetekből is, hogy valami nincsen rendben. Mi lehet a baj, mit tud erről eddig, és mit tesz, hogy ilyen többet ne fordulhasson elő? Tehát jó lenne, hogyha ezt a kérdést nem kevernénk össze az egészségügyi ellátással, mert nincs hozzá köze, szerintem. Tehát azt gondolom, hogy a dolog nagyon szomorú, és nyilván az alapot kezdeni kell, de alapvetően ez egy hajléktalan probléma, és nem pedig egészségügyi. Az, hogyha egy egészségügyi intézményben előfordul, hogy egy ilyen hajléktalan probléma nem tűnik föl napokig, vagy hogy egy mosdót nyilvánvalóan nem takarítottak napokig, az nem egészségügyi probléma? Azt gondolom, hogy az nem várható el, hogy minden alkalommal, minden nap, minden műszak végén valaki rohanjon körbe egy kórházban, és nézze meg, hogy valamelyik helység be van-e zárva, és hogy van-e benne valaki. Vagy ha igen, akkor nyilvánról intézkedni kell. A sokkal izgalmasabb az, hogy a hajléktalanok számára kell valamilyen fűtött helység, nyilván akkor, amikor az idő beáll, akkor meg pláne. És hát nem az első, amikor egyébként azzal találkozik egy kórháznak a menedzsmentje, hogy találnak ilyen embereket ebben a helyiségekben. Egyébként ezt szerintem most öntől halljuk, mert hogy olyan hírzárlatot rendeltek el az ügyek környékén, ugye az intézmény igazgató sem nyilatkozhatott a sajtónak, hogy egyelőre az sem volt nyilvános, hogy egyáltalán betegről, vagy ahogy ezek szerint ön tudja, hajléktalanról volt szó. Miért nem ismerhetjük meg a részleteket? És akkor ennek ez is része persze, hogy ki volt az elhuny, de az is része lenne, hogy milyen ellenőrzési rendszerben hogyan kontrollálják a mellékhelységek tisztítását, hogy ki mulasztott. Tehát nézem, eleve a második alkalommal olyan helyen történt a megtalálás, vagy feltalálás, ami nem is a kórháznak volt a működtetésében, hanem az egy sportegyesület által használt helység volt. Tehát még ennyiben sincs köze egyébként. És teljesen véletlen és mellékes, hogy ez egy egészségügyi ellátóintézet. De abban az esetben, amikor a koraszülött osztály folyosóján lévő látogatók által használt mellékhelységben találták meg az elhunytat, biztos nem lehet ilyen könnyen eltávolítani az egészségügytől a kérdést. Ebben igaza van, csak tehát még egyszer ez ha térjünk az első esetre, hogyha ezt kell feszegetnünk, mert úgy látom, ez lesz a fő téma. Nem ez lesz a fő téma, de nagyon sokakat érdekel, már csak azért is egyébként, mert ez olyan higiéniás viszonyokat feltételez, amiből nagyon könnyen átvándorol az ember képzelete a kórházi fertőzésekről szóló rémtörténetekre. Az a szó, hogy képzeletettető jó szó volt, mert hogy vajon mi történt, azt még senki nem tudja. Tehát annyit tudunk, hogy az a hölgy, akit megtaláltak, 5 emelettel feljebb, mint ahol korábban járt, hangsúlyozom, 5 emelettel feljebb, tehát nem a kijárat felé, hanem 5 emelettel feljebb, az 21-én járt a kórházban, egy vizsgálaton járóbetegként. Az, hogy köze mi történt, azt most még senki nem tudja. De akkor ezek szerint ő nem volt hajléktalan. De. Az én tudomásom szerint hajléktalan volt korábban, de ezt nem tudom állítani, hiszen nyilván ez a dolog, a vizsgálat erről fog szólni, ez is kiderítse. Egy biztos, hogy olyan betegsége, vagy olyan tünete, ami indokolta volna az ő 9. emeleti jelenlétét, az nem igazán volt, hiszen az egy szülészet volt. Egy. Kettő. A dolog sokkal inkább értelmezhető akkor, hogyha elhisszük azt, ami a valóság, hogy valaki kiesett egy helységet, ahol kellően kiesett területen volt, nem volt zavartatva sokak által, mert nem volt forgalmas helyen, és hát nyilván volt benne fűtés, az ilyen egyszerű, szerintem ezt nem kell túlbonyolítani. Senki nem attól rémült meg, hogy esetleg a kórházban öltek meg egy beteget, hanem mindenki attól rémült meg, hogy előfordulhat egy haláleset úgy, hogy napokig nem derítik föl. Ebben nem tudom, hogy hány napról van szó, tehát ez is egy elég teljes hétvégéről, annak alapján, ami a sajtóban elég erős mondás ez mindaddig, amíg nem ismerjük a vizsgálat eredményét. Sokkal inkább az a probléma, véleményem szerint, hogy még mindig vannak olyan mellékhelyek Magyarországon, ahol a beteg beszorulhat azért, mert esetleg valamilyen állapotba kerül, ami nem kell, hogy legyen,
hiszen itt arról van szó, hogy ez egy teljesen zárt helység volt, egy ajtóval teljesen lezárható helység, tehát nem volt rés alul, vagy felül, vagy oldalt, semmi ilyesmi nem volt, egyszerűen be volt zárva, akkor be volt zárva. Na most az a kérdés, hogy egy ilyen helyzetben mi a helyes eljárás, hogyan lehet ezt felszámolni? Ez azt mondja, hogy ez egy általános mellékhelység probléma, és nem egy kórház probléma? Nem, én azt állítom önnek, hogy a szituáció, amelyben egyébként jelenleg vagyunk, ez azért fenyegető, mert megismétlődhet. Tehát lehet, hogy lesz megint hajléktalan, akinek szüksége lesz fűtésre, és ha talál olyan helyiséget, ahol el tudja magát barikádozni, anélkül, hogy ez kiderülne, akkor ilyen előfordulhat sajnos. De hogy fordulhat elő egy kórházban, hogy nem takarítják eléggé a mellékhelységeket? De ez az, ami mindenkit foglalkoztat. És ugye sokan elmondták már ebben a témában azóta is, hogy ez az eset megtörtént, ami egyébként már jó pár napja volt ahhoz, hogy a belső vizsgálat még ilyen alapvető kérdéseket se tisztázon, hogy ezek szerint ön sincs tisztában velük. De ugye sokaknak az is megfordult a fejében, hogy azok a látogatók, akik ott jártak időközben ebben a mellékhelységben, azok utána bementek a kisbabákhoz. Nem tudta bevenni, mert be volt zárva az ajtó. Melyik ajtó volt bezárva? A mellékhelység ajtó be volt zárva. A kabin belül. Volt bezárva, de az a légtér, nem, amiben... Nem kabin a... van, olyan helység volt, aminek nem volt része sehová. Tehát falakkal elzárt helységről van szó, és ajtóval van lezárva. Oda nem tudott bemenni senki. Tehát ezért nem fertőződhetett meg senki azáltal, hogy egy halott közvetlen közelében mosott kezet vagy járt. Szerintem az, hogy valaki halott és hogy fertőző-e, az két különböző kategória. Értem, tehát akkor azt mondja, hogy az önmagában nem jelentett higiéniás kockázatot, hogy ott volt a holttest napokig. Legfeljebb elgondolkodható, hogy milyen lehet ott a takarítás színvonala, ahol napokig nem tűnik fel, tehát még egy holttest sem. Nyilván kell egy vizsgálat, azt gondolom, hogy ez kiderítse, az mindenképpen számra is egy fontos kérdés, hogy hogyan volt ellenőrizve az egyébként külső cég által végzett tevékenység, hiszen a takarítás nem az intézmény végezte, hanem ki volt szerződve egy külső céggel, és hogyan lehetséges, hogy ez a fajta tevékenység nem került ellenőrzésre a kórház által. Ez is egy kérdés, amit el kell dönteni a vizsgálatnak, de nem a legfontosabb. De ez a kérdés összefügg azzal a kérdéssel, és ez már nagyon fontos, és mindenkit sokkal jobban foglalkoztat, hogy egyáltalán milyen a takarítás és a higiénia színvonala a kórházakban, és ez hogy függhet azzal, össze azzal a napi tapasztalattal, amiről mindenkinek vannak sajnos élményei, hogy egyre több esetről hallunk, amikor valaki bemegy egy viszonylag egyszerű műtétre, eljárásra a kórházban, és távozik, vagy nem is távozik, egy előre nem látható fertőzésnek köszönhetően. Igen, de ez megint két dolgot akarunk összemosni, hogy tegyük tisztába ezt a kérdést szerintem, mert a műsornak az a célja, gondolom, hogy mindenkit kellően tájékoztassunk. Tehát az, hogy mi történik egy kórházban, az nyilván sok mindentől függ, és nyilván elemi dolog az, hogy legyen mindenütt megfelelő higiéniás viszony. Az, hogy ma Magyarországon hogy néznek ki ezek a számok, tehát milyen mértékben van fertőzés egy osztályon, egy kórházban, arra azt tudom mondani, hogy nem állunk rosszul Európában, mert ennek csak egyik eleme az, hogy milyen a higiéniás helyzet egyébként az intézményben, sok minden mástól is függ. Én úgy tudom, hogy a szuperbaktériumok, az ilyen mindenféle multirezisztens szuperbaktériumokkal kapcsolatos fertőzések speciál emelkednek, és nem állunk ebben jól Európában sem. De úgy is tudom, és több orvossal is beszéltem és szakértővel ebben a témában, hogy nem látjuk igazán a helyzetet, mert hogy nincs olyan mérési, ellenőrzési, monitorozási rendszer, aminek a kapcsán valóban tudhatnánk, hogy hány fertőzés fordult elő a kórházakban. Ez nem így van, mert a jelenlegi jelentési rendszer az nagyon kevés olyan országban Európában, ami hasonló működne. Az más kérdés, hogy az intézmény betartja a szabályokat és jelenti-e úgy, ahogy egyébként jogszabály szerint kellene. Tehát azért azt hagyd tegyem hozzá, hogy ez a kormány volt először az, aki volt olyan bátor, hogy bemert vezetni egy olyan jelentési rendszert, amellyel meg kellene számolnunk, hogy valójában hány esettel állunk szemben. Korábban senki sem merte megtenni. Tehát azt tudom mondani, hogy olyan surveillance rendszer, olyan megfigyelő rendszer, ami a Magyarországon van, olyan nagyon kevés országban van Európában, és ha hiszi, ha nem, én most meg tudom önnek mondani, hogy a következő években a számok emelkedni fognak. A fertőzések száma? Amit jelentenek, mert egyre szigorúbban vesszük őket górcső alá. Tehát el tudom képzelni, hogy a számok egy részének, tehát az emelkedés egy része az nem abból fakad, hogy valójában tavalyhoz képest romlottunk, hanem abból is fakadhat, hogy végre a közvetség, a fegyelem az erősebb lett, mint korábban volt.
Lehet, hogy tavalyhoz képest nem romlott a helyzet, de hogy de az romlott. Elmúlt években de, romlott de, a de, helyzet, romlott. Az egészen biztos. Romlott, de még egyszer mondom, eznek nem csak ehhez van köze. Ahhoz is van köze, hogy milyen az antibiotikum használat, ahhoz is, hogy egy beteg milyen állapotban kerül be a kórházba, mennyire van leromolva az ő immunrendszer, és így tovább. Rengeteg mindentől függ, és ez egy olyan harc, aminek sosem lesz vége. Tehát mindig lesz ezzel problémánk. Az más kérdés, hogy az az érzet, amit a betegek éreznek ma a folyosókon, vagy a kórtermekben, az milyen. És az két különböző ügy szerintem. És ezzel van nyilván baj, mert ők azt érzékelik, hogy nem megfelelő a higiénia a kórházban. És nyilván azért, mert vannak is ilyen esetek, szakemberek szerint pedig ennek a fertőtlenítésnek a színvonala, a minősége, az két dolgon múlik alapvetően, pénzen és létszámon. Mind a kettővel rosszul állnak a magyar kormányok, kórházak, és ez nem feltétlenül független attól, hogy a fertőzések száma nő. Én azt tudom erre válaszolni, hogy csak ebben az évben 150 milliárddal több van, mint tavaly volt. És azt is hadd tegyem hozzá, hogy ugye ebben nehéz... a bérek is benne vannak, még minden, még maradva egy pillanatra a fertőzésnél, mit tesznek konkrétan azért, de én azt hogy gondolom, azt visszaszorítsák? Én azt gondolom, hogy olyan szabályzó, ami ahhoz kellene, hogy egy kórházban minden rendben legyen, olyan ügyet én nem ismerek. Tehát a Népi Bizottságban voltunk pont 2 hete. És a bizottság minden tagja, az ellenzékiek is elismerték azt, hogy szabályzási oldalon nincsen hátalékban a magyar kormány. A kérdés az, hogy be vannak-e tartva a szabályok. És ha már itt tartunk, azért hagyj legyek már picit pasztoló ebből a szempontból, hogy ha úgyis van adósság az intézménynek, akkor mi akadályozza meg abban az intézményt, hogy erre is kölcsön ezt a fasiszt felhasználja erre a célra. Ki ellenőrzi az intézményt és hogy betartják a szabályokat? Ugye jó régen az ANTS-nek ez hozzátartozott a kötelezettségeihez, hogy rendszeresen ellenőrzi a kórházi osztályokat. Hát ugye minden kórháznak van higiénikus orvosa, az első szerep az a kórházon belül található. A második az kettős ebből a szempontból, hiszen van egyszer a fenntartói kontroll és van az ANTS, amit ön is mondott. Ugye az ANTS most már nem az egészségügytitkárság alatt működik, hanem a kormányhivatalok alatt működik tovább. És amióta ön hivatalban van, és ezekről a problémákról tud, hány jelentést kapott arról, hogy milyen ez a helyzet általában? Én nem találkozok ezek jelentésekkel, hiszen ezek mennek be az OTH-ba, a tisztifőorvoshoz. És tőle vár csak azt kapom meg, ami agregált adat. Tehát ha most az a kérdés, hogy hány ilyen vizsgálat volt, akkor nem tudom megmondani. Tehát az államtitkár az, akinek válaszolnia kell a kellemetlen kérdésekre, igen, pontosan de valójában nem látja, hogy milyen a higiéniás színvonal a kórházban, valójában látja, vagy milyen a higiéniás viszony, arra nem tudok válaszolni, hogy konkrétan egy kórházban abban az évben hány ilyen vizsgálat történt. Mi kéne ahhoz, hogy több ilyen vizsgálat történjen, hogy ne egyszerűen csak önbevalláson és önellenőrzésen és önszorgalmon múljon az intézményekben, hogy mekkora súlyt fektetnek ezekre a kérdésekre? Ez nem ennyi egyszerű, tehát ez nagyon ki van most sarkítva, tehát azt gondolom, hogy azért jó, amire most rátévedtünk, mert ez semmilyen kormány, semmelyik országban, Európában nem tudja jól védeni, hiszen a antibiotikum használat miatt és amiatt, hogy egyre nehezebb betegeket tudunk kórházban kezelni, ez a szám ez végig nőni fog. Ha visszaemlékszik rá, ezelőtt egy évvel azzal revolvereztek minket, hogy többen halnak meg autóbalesetben, mint kórházban. Én azt tudom erre mondani, hogy a Hiper Super Angliában 3-szor többen halnak meg autóbalesetben, bocsánat, kórházban, mint autóbalesetben. Tehát ezek nagyon, nagyon... Igen, de a Hiper Super Angliában például ezzel a fertőzés kérdéssel már évekkel ezelőtt találkoztak, megbirkóztak, be is vezettek mindenféle új protokollokat, és sikerült is valamennyire visszaszerítani. Igen, de ezt mi is elkezdtük, hiszen a Bella projekt erről szólt az előző ciklusban, és ez fog folytatni jövőre is. Tehát csak a betegbiztonságra a jelenlegi terveink szerint több mint 14 milliót fogunk elkölteni a következő évben. Hát és ez elég ijesztő, ellenére... hogyha ennyivel többet költenek, és mégis azt mondja, hogy nyugodjunk meg, a számok nőni fognak. Igen, mert hogy a természet az ebben a közömbös, hogy én mit szeretnék és hogyan akarok ezzel védekezni, attól még a számok mindig növekedni fognak egy ideig mindenképpen, amíg nem lesz egy plató és el fogjuk ezt érni előbb vagy utóbb. Azonban, bocsánat, csak hogy tovább lépjünk egy másik témára, értem, amit fertőzésügyben mond, de akkor itt van egy másik terület, ahol sokkal az emberek mindennapjaiban is észlelhető anomália, az a mentőszolgálat működése és az ennek kiérkezése. Minek köszönhető, hogy egyre több olyan esetről hallani, és elsősorban az ország központi régiójában is Budapesten, amikor sürgős esetre nem, hogy a hivatalos 15 perc alatt, de másfél óra alatt sem ér ki a mentő. Ezek közül némelyik tragédiában is végződött. Én nem tudom ezt megkösteni egyébként, amit ön állít, én erről nem tudok.
Nem tud arról, hogy probléma lenne azzal, hogy nem tudnak 15 percen belül kimenni, vagy egyáltalán észszerű időben kimenni a központi régióban a mentők? Ez így nem fedi a valóságot. Tehát olyan mindig lesz sajnos, hogyha egyszerre több hívás érkezik a mentőszolgálathoz, akkor bizony nem lesz több mentő, mint amennyi éppen szolgálatban van. Ez nyilván azzal is összefügg, hogy ma az a sajátos tényekkel szembesülünk, hogy sokan a mentőt a taxinak használják egy intézményben a bejutáshoz. Ez nyilván nincs így jól. Ehhez kéne egy olyan irányítási rendszer, ami ezeket az eseteket el tudja különíteni. El is költöttünk nagyon sok uniós pénzt egy ilyen új szoftver bevezetésére, amit a mai napig nem használnak. Igen, változatlanul papír alapú az irányítás. Én azt kérni, amikor a mentőt ostorozza, akkor tegyük hozzá a másik felét, és azért a lakosság edukációja sincs olyan szinten, ahol tudná, hogy ezért, amikor ilyet csinál, akkor esetleg másokat fog veszélyeztetni azzal, amit elkövet. Ezt a felelősséget a lakosságra, hiszen az a mentő szolgálat, a mentő diszpécser és a felkészült kollégák. Csak egy telefon végében nagyon nehéz megmondani, hogy valójában mi a helyzet kint a végeken. És ebben nincsen képinformációja, nyilván ez nagyon nehéz megtenni. Én csak arra tettem volna egy nagyon gyenge és halvány próbálkozást, de nem engedte, hogy ideig is eljussak, hogy ebben az ügyben nekünk mindannyiannak van teendője. Tehát azt tudatosan kell mindenkiben, hogy a mentő az sose lesz elégséges, hogyha mindenki attól eltérő módon használja, mint egyébként lenne a célja a mentőszolgálatnak. Tegyük föl, hogy akkor önök tudják, tisztában vannak vele, hogy a magyar társadalom milyen fegyelmezettségi szinten használja a mentőszolgálatot, akkor még az is elképzelhető hozzáállás lenne, hogy ehhez kéne kalibrálni, hogy legyen elég rohamkocsi, hogy azért az is életben maradjon, akinek valóban szüksége van rá. Én megpróbáltam egy kicsit tájékozódni a beszélgetésünk előtt egyébként. Ugye nehéz, mert a mentőszolgálat munkatársai hivatalosan nem nyilatkozhatnak. Beszéltem olyanokkal, akik rendelkeznek közeli rálátással a mentés irányítás munkájára, úgy hallom, hogy mondjuk egy átlagos délután minimum 15-20 olyan papír gyűlik a diszpécser asztalán, amire már nem tud kocsit küldeni, de 60 is előfordul. Ez normális? Tehát ez az, amit el kell fogadnunk? Nem, ez nem normális. Egyébként akkor őket kell behívni, hogyha irodai vannak, mert hiszen ezek nem állnak rendelkezésre. Próbáltuk, nem nyilatkozhatnak. Ilyen nincs, nem nyilatkozhatnak. Szerintem ez nem fedi valóságot. Hogyha abból kell felkészülnöm a legközelebbre, hogy megmondjam, hogy melyik műszak hogy ér véget, és hány darab papírot osztanak, nagyon szívesen, de nyilván konkrét nem fog, műszakokról nem nyilván nincsen szó, csak arról, hogy létezik-e ilyen általános probléma. Igaz ez az, amit szintén csak én hallottam, hogy nem ritka, hogy a elvileg rendelkezésre álló autóknak csak a 40%-a tud kigördülni a garázsból, alapvetően személyzeti hiány miatt. Nem tudom ezt sajnos megerősíteni, mert én ezt nem ismerem, ezt az információt, szerintem nincs ilyen. Azt tudom mondani, hogy csak azzal, hogy a sebészetügyelet át lett szervezve Budapesten, azzal rengeteg szekunder vagy terciel küldés lehetett végre megszüntetni, hiszen az éjszaka folyamán gyakran volt olyan, hogy egyik osztályon, egy egyik kórházban mondjuk belből volt ügyelet, a másikban pedig sebészetből, és akkor betegeket kellett éjszaka egyik helyre a másikra szállítani. Azzal, hogy át lett az ügyelet szervezve ez évben, jelentősen csökkent a terhelése a kocsiknak. Minek köszönhető vajon, hogy 2010 után a negyedik főigazgatóját fogyasztja lassan a mentőszolgálat, és összefüggésben van ez a felhalmozódó adóssággal? Szerintem azzal nincsen. Nyilván, hogyha ilyen jók a kérdés, akkor egyre több ilyen igazató lesz, hiszen a média ezt nagyon könnyen ki tudja hegyezni különböző ügyek mentén. Azt hiszem, hogy a mentőszolgálat azért izgalmas kérdés, mert az az a pont, ahol a legtöbb ember tud találkozni az egészségügyi ellátással, hiszen mindenkit ott már mentőt az utcákon forogva. És nyilván ott minden döntésnek időben és helyesen kell megszületnie, amit nagyon könnyű később kritizálni. Azt tudom mondani, hogy csak az elmúlt időszakban, amire én emlékszem, hiszen ha tudtam volna, hogy ebből készülnem kell, akkor nyilván más számokra jöttem volna ide, de közel 500 autó került cserére. Úgyhogy ebben nyilván van még mit csinálni, hiszen a mentő autók átlagjátkora még mindig nem megfelelő, de hogy is van, csak volt honnan indulnunk. Megadtuk egyébként a mentőszolgálatot, mint az egyik felmerülő témakör, de két utolsó kérdésem lesz csak. Érdekes lenne, ha tudná erre választatni, mert két fontos dolog a levegőben lóg a mentőszolgálattal kapcsolatban. Az egyik az új vezérigazgató kinevezése. Van egy pályázat, egyes hírek szerint akár már a döntés is megszülethetett, és napokon belül bejelentés lesz, érdekelne, hogy ez meg tudja erősíteni. Illetve, hogy a mentős életpálya modellt mikor vezetik be, és miért csúszott mostanában? Ugye ezt két különböző, hogy az egyik a december 10-én kell dönteni legkésőbb a miniszternek arról, hogy érvényes, és ha igen, akkor ki a vezetője majd a mentőszolgálatnak. Ez a miniszternek a hatásköre, erről megmondom, neki kell nyilatkoznia. Maga lement a pályázat, 8 pályázó volt, úgyhogy itt tartunk most.
A másik ügyen pedig ez egyáltalán nincsen elfelejtés, nincs is megcsúsztatva, hiszen egy része vár működésben van, hiszen a mentőszolgálat elkezdte a kocsik beszerzését. A mi izgalom tárgya az a további béremelkedésnek a sora, hiszen azt szeretnénk, hogy a mentőszolgálat ebből a szempontból kiemelten legyen kezelve. És ami csúszás van, az tulajdonképpen a mostani bejelentésekhez kötődik, hiszen van egy bérminimum, illetve minimálbér emelkedés, és ehhez képest kell majd újra kalibrálnunk minden számot. Mit jelent ez a bérminimum emelkedés a kórházak költségvetése szempontjából? Egyébként ugye ott is sok az alacsony béren dolgozó ember, tehát az ő költségvetésük is felborulhat ennek következtében. Hát nem így van, mert ugye a járulék csökkenés miatt a tényleges hatása az nem feltétlenül számít nagynak, legalábbis nem az ő számaik mentén. Azt tudom mondani, hogy mi arra törekednénk, és úgy tudom, hogy a érdekvédők is ebben lennének érdekeltek, hogy ne csúszanak össze újra a bértábla különböző sorai. Hiszen az idei béremelkedésben az is sikerült végrehajtani, hogy a korábban azonos bértkeresőket újra tudtuk nivellálni. Ez az, amit elértek, mielőtt még az általános bérminimum és minimálbéremelés megtörtént. Valóban ennek az lenne a következménye, hogy megint összecsúszik a bértábla, és megint ugyanannyit keres egy jóval képzettebb kollega. Ezt hogy fogják tudni megint szétszállazni? Hát úgy, hogy most számoljuk ki azt, hogy ez mit jelent a költségvetésben, és hát nyilván a tárcának az a javaslata, hogy ezt tartsuk meg, hogy van egy ilyen fajta... Hát plusz pénz kell rá? Hát plusz pénz kell rá, de még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy az, hogy ez mekkora, azt most mi csak becsülgetjük. Ugye hétfő reggel kell adnunk az NGM felé ezeket a számításokat, és csak aztán kell elindulnunk az ügyben, hogy akkor mennyi forrás és hogy honnan kell ezt előállítani. És egyelőre csak tárcaálláspont, nyilván ez nem a kormány álláspontja még. Annak idején, amikor ön megkapta az államtitkári kinevezését, akkor arról mesélt a sajtónak, hogy a miniszterelnöknek is megmondta, hogy akkor van értelme az ön államtitkárságának, hogyha lehet változtatni a rendszeren. Ehhez képest a legfontosabb változtatás, amit nem csak bejelentett, de hát az ezt megelőző munkásságából is tudjuk, hogy ön itt látta a reform igazi szükségességét, a kancellária rendszer, az most már megbukott. Sokan arra is számítottak, miután kiderült, hogy 2018 utánra csúszik ez a kérdés, hogy ön be fogja nyújtani a lemondását. Miért nem tettem el? Azért nem, mert magát a célt azt nem engedte el senki. Tehát ugyanúgy áll a cél, ellátásszervezői szempontokból kell újra gondolni az egészségügyi ellátás, hiszen amiket ön is tud, meg én is tudok, anomáliákat nem lehet másképpen felszámolni. Ami nem sikerült megcsinálni, az, hogy ezt egy lépésben oldjuk meg. Ehelyett most arra leszek utalva, hogy sok apró lépéssel terelgesse a rendszert ebbe az irányba. Tehát 18-ig még sok apró lépés? Hát lesznek apró lépések, igen, a Kórház Szövetség elnökségében már az első találkozó meg is volt. És azért hoz ez a kancellária név, mert áthallás van az egyetemi kancellárok irányában, és ez teljesen más, amiről mi beszélgetünk. Tehát mi ellátás szervezői oldalról szeretnénk újra definiálni az intézményrendszert. Annyiban volt ugye ez a kancellária hívószóként bevonva ebbe a rendszerbe, hogy tudják, hogy miről van szó, hogy több intézményt szerettünk volna egységes irányítás alá vonni, ahogyan annak idején az összes tanszéket, az egyetemek egységes irányítás alá vontak. Ön annak idején arról beszélt, hogy ez a rendszer az intézmények érdekeit tükrözi, ahogy van, és nem a betegekét. Akkor most jól értem a szavaiból, hogy átmenetileg az intézmények nyertek egy csatát önnel szemben? Hát igen, nem nyerték meg a háborút, tehát pontosan erről fog szólni, jön egy következő csatamező, ahol újra fogunk majd egymással vívni, és ez már is kezdődött, de innentől kezdve ezt nem csatakként kell szerintem értelmezni, hanem egy olyan fajta ösvénynek, ami nagyon vékony, mert a mesdje, a vakmerőség és a bátorság között az rendkívül vékony, úgyhogy azt kell megtalálnom, hogy hol van ez a határ. Arra hol találhatják meg a választ, hogy mi történik akkor néhány éven belül, amikor tömegével fognak a már most 60 fölötti orvosok nyugdíjba menni? Hát ez a probléma alapvetően az alapellátásban izgalmas, és ez ügyben szintén nem vagyunk egyedül sajnos Európában, tehát most nem akarok megrelativizálni, de az a helyzet, hogy a német korfa az még rosszabb, mint a miénk. És ez egy sokkal súlyosabb probléma annál, mint hogy csak korfákról beszéljünk. Annyiban talán több a lehetőségünk, mint a németeknek, hogy nálunk az a fajta átrendeződés, amely az irányba mutat, hogy egyre több olyan ügyet végeznek, egyetemet végzett, de nem orvos fizetségű szakdolgozók,
az nálam nem történt még meg. Tehát a krónikus... Tehát ha marad szakdolgozó az országban, akkor a szakdolgozókat lehetne jobban terhelni, hát csak tudjuk, hogy ők is szakdolgozó van az országon belül, csak nem egészségügyben dolgoznak, mert mondok egy példát, 27 éve keresztül folyt diplomás egyetemi képzés Magyarországon, szakdolgozói szinten, de nem tudok olyan kompetenciát, amelyet csak ők csinálhatnának, és egyébként ne csinálhatná valamelyik középiskolát végzett szakdolgozó is mellette. Tehát mégis, amikor ugye arról beszélgetünk, hogy a szakma túlterhelt, akkor mégis nagyon nehéz a szakmából kicsalni egy-egy kompetenciát, ugyan adja már rá egy szakdolgozónak, hogy más csinálja helyette a munkát. Tehát ez a fajta átmenet még nem történne Magyarországon. Azok a helyek, azok az országok, ahol Magyarországnál kevesebb orvossal látnak el azonos létszámú beteget, azok azért tudnak sikeresen működni, mert egy csomó ügyet nem ők végeznek, vagy csomó munkát nem ők végeznek el, hanem az egyetemet vagy főiskolát végzett diplomás dolgozók végzik el. Ennek ellenére nálunk mindig azzal kell szembesülni, hogy amikor ilyet valaki megpróbál, akkor a szakma jön szembe, hogy ő ezt nem akarja átadni. Köszönöm szépen, Köszönöm szépen is.